Fordulatos mérkőzésen győzött múlt héten a Makkói Futballklub, 11 perccel a vége előtt még a Sándor falva vezetett, ám a hátralévő időben sikerült a fordítás, 2-1 lett a vége. A győzelemmel a 7. helyig lépett fel a gárda. Most hétvégén a tavalyi bajnok Tápéval fognak megküzdeni idegenben. Ők jelenleg a 3. helyen állnak, nagy mérkőzésre van kilátás. A Tápé Makó rangadó szombaton 16 órakor kezdődik. NB1-es sakkozóink a 2. fordulót játsszák vasárnap. Előny lehet számukra, hogy a tavaly 2. helyen zárt Pakssal hazai pályán kell megmérkőzniük. A bajnokságot döntetlennel kezdték a makóiak, míg a Paks 7-5-re győzött a Pénzügyőr ellen. Egy forduló után a Makó a 6., a Paks a 3. helyen áll. A szellemi küzdelem helyszíne a régi Galamb kollégium lesz vasárnap. Hétvégén a parkettán a sportcsarnokokban is megkezdődik a játék. A makói lányok a tavaly utolsó előtti helyen végzett Túrkevéhez látogatnak. Az egyesületből 2 távoztak. A csapatkapitány Erdei Erika visszavonult, Lovicsé Kitti az NB1/B-s Orosházához szerződött. Őket utánpótlás játékosokkal pótolják az idei szezonban. Túrkevén 14 órakor kezdődik a felnőtt, 16 órakor a junior mérkőzés. Győzelemre végzett a Makói Kézilabda Klub a saját rendezésű 4 csapatos tornáján, így hangolódtak a vasárnapi bajnokira. 17 órától az újonc Török Szent Miklósi KE csapata látogat Makóra. A Makói Egyesületből Major István, Minik Géza, Nagy Ferenc és Madár Kálmán távozott. A junior csapatot Nagy Dávid hagyta el. Képességeit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az NB1-es Orosházához került kölcsönbe. Pótlásukra 4 érkeztek. A Makó Török Szent Miklós meccs vasárnap 17 órakor kezdődik. Felvételről hétfőn láthatják képernyőnkön 18:15-től.